Komáromban épít akkumulátorgyárat a koreai SK Innovation, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter hozzátette, a beruházáshoz mindenképpen adnak állami támogatást, de ennek mértékéről és fajtájáról még nem állapodtak meg. A miniszter szerint Komárom ipari hagyományai és a környező városok oktatási intézményei miatt döntöttek a nyugat-magyarországi helyszín mellett. Komárom-Esztergom megyében az országos átlag fele, 1,7%-os a munkanélküliség.